Prológus. Felvezető beszélgetések előadásainkhoz, meghívott vendégeinkkel. Katona József könyvtár egy életen át. Köszöntöm a Katona József könyvtár podcast csatornájának hallgatóit. Én Virág Barnabás vagyok, mai vendégem Ferenczi György, Artisius és kétszeres Emerton díjas zenész, szájharmonika művész. Mielőtt hozzákezdenénk a beszélgetéshez, muszáj elmondanom, hogy milyen hihetetlenül pozitív tapasztalat volt az, hogy amikor meghívtam erre az előadásra, közvetlenül önt hívhattam, és nem egy menedzseren keresztül kellett egyeztetni. Egy megközelíthető művésszel állok szemben. Rögtön rendkívül készséges volt, nyitott, barátságos, ami azt gondolom, hogy igen ritka. Ritka, hogy valaki a sikerrel nem száll el, és ember tud maradni, úgyhogy ezt köszönöm szépen. Hát én köszönöm a kedves szavakat. 2-3 évesen már dallamokat játszott zongorán, aztán hegedűre íratták, de az élete legmeghatározóbb pillanataként azt tekinti, amikor Benkő Zsolt 12-13 éves korában a kezébe adta a szájharmonikát. Állítólag akkor 10-12 órát gyakorolt egy nap, és egy interjúban azt hallottam, hogy még vezetés közben is játszik. Igen, ezért van automata váltós autó, mert közben akkor tudok gyakorolni, és ez a mai napig így van. Hát az első 10 évben simán 10-12 órát gyakoroltam a hangszeren, aztán éjszaka meg a kezembe fogtam, úgy aludtam el. Nekem nagyon beakadt ez a szájharmonika dolog. És mivel fogta meg ez a hangszer? Azzal, hogy rögtön átláttam valamiért a hangszer. Tehát abban a pillanatban, ugye hegedültem gyerekkoromban, és most is hegedülök, én nagyon szeretek hegedülni meg minden, de tudjuk, milyen hegedűsök vannak. Nekem nem fő hangszerem, én nekem az egy olyan hangszer, amit azért csinálok a mai napig, hogy nyitott maradjak zeneileg, és hogy tanuljak. A szájharmonika ezzel szemben meg semmilyen tekintélye nem volt az ismeretségi körünkben, és egyáltalán a magyar zenei életben a 70-es évek után már nagyon keveset tudtak róla, annak ellenére, hogy itt 50-60-70-es években 3 világszínvonalú szájharmonika zenekar is működött Magyarországon. A Vidám fiúk, a Szoboszlai Szájharmonika Együttes és az ABC Trio, és köztük az ABC Trio az világbajnokságot nyert 70-es években. Tehát itt voltak világszínvonalú szájharmonikások, de valahogy ez eltűnt. Engem az ragadott meg ebbe a hangszerbe, hogy kicsi, és a Farmer Jackie zsebébe elfér, és ugyan a Kodály Zoltán országa vagyunk, megtanultunk gyerekkorunkban szolmizálni, és a blues harmonika a szolmizációs alapú hangszer, úgyhogy nekem nagyon-nagyon hamar összeállt a kép. Tehát gyakorlatilag úgy indult, hogy a Zsolti a kezembe adta a hangszert, és fúj, do, si, re, hú, ez könnyű, do, re, mi, ó, megvan, ez is jó van, ez is do, re, mi, fa. Kikerestem a dúskálát, és utána elkezdtem, ugye mivel tudunk szolmizálni, hála jó Istennek, és azért elkezdtem a dúskálával lejátszható dalokat azonnal eljátszani, tehát nem 3,5 hónap múlva, hanem 15 perc múlva már Monti csárdás dúros gyors rész, meg ugye a dúros lassú rész is, ami az üveghangos rész megelőzi, ezeket kapásból le tudtam játszani, és ez nekem olyan sikerélmény volt, hogy kaptam a jó Istentől egy visszaigazolást, hogy tényleg van bennem zene, és ez a mai napig meg is maradt. És megtanultam mellé még jó pár hangszeren muzsikálni, de mindegyiket azért, hogy ugye egyre, hogy nyitott tudjon maradni a szájharmonika játék, mert ez egy kicsi hangszer, itt nagyon ki kell találni az ember egész életében, ezt szeretné főhangszernek tekinteni. Többször nyilatkozta, hogy a zenéjében, a dalaiban az aktuális körülményeire reflektál. Nyilván abban a gondolati körben mozognak ezek a dalok, amik éppen foglalkoztatják. Így volt a pályája elején központi téma kocsmázás. Ez is kiderült. Igen, ez nem szégyell. Aztán családapa lett, megkomolyodott, érettebb lett, és Grillus Dániel felkérésének köszönhetően elmélyült Petőfi költeményeiben egyre magasabb szintre kerültek a saját dalszövegek is. A Rackák az űrben című albumon társadalomkritika, kapitalizmus kritika fogalmazódik meg, de hát ez 2020-ban került kiadásra. Most mi foglalkoztatja? Most milyen gondolatkörben mozognak azok a dalok, amiken dolgozik? Tudatosan nem gyártunk koncepciót, hanem egész egyszerűen éljük az életünket, és azon belül nem kell keresni verseket, mert az ember olvassa a verseket, a világ legjobb versét is 3 sor után tovább lapozom, mert nem abban a pillanatban nem érint engem meg, abban a pillanatban. Lehet, hogy 3 évvel azelőtt letépte a fejemet, meg lehet, hogy 3 év múlva megint lefogja, és ezért én csak hagyom, hogy muzsikáltassanak a versek. Tehát én olvasom a verseket, meg keresgélek,
mindig nézegetek, meg ugye most az internet ebből a szempontból nagyon-nagyon jó, mert a kortárs költők verseihez sokkal könnyebben hozzá lehet férni. Sok ismerősöm van, akik posztolgatják az új verseket, meg minden is. Nagy Álmos Ildikótól találtam most egyet, amit mindenképpen meg szeretnék zenésíteni tőle, és ez most a legutolsó példa. Én egyébként is az Ildikónak a verseit nagyon szeretem, egyet muzsikálunk is, a Zümbögőt, a Heitzinger Mikával pontosan ezen a lemezen, és ugye ennek kapcsán ismerkedtünk mi személyesen össze, és egymásra jelöltünk a Facebookon, ami azzal a borzalmas nagy előnnyel jár, hogyha ő kitesz egy verset, akkor én ezt elolvasom. És így egyre bővül ez, hogy miből tudok válogatni. Ugye én Petőfivel kezdtem, és Alfa és Omega nálam Petőfi Sándor, ez nagyon meghatározó. Ugyanaz, hogy blues zenével kezdtem, és az ugyanilyen Alfa és Omega nálam, tehát mindenből úgy indulok ki, hogy én mindenből blues csinálok valamilyen formában. És ugye a népzene is ilyen nálam, ez egy iszonyú fontos lépés szintén, és Petőfi Sándor költészete is ilyen. Ugye megcsináltuk annak idején a Petőfi lemezt, és annak egy csomó dalát nem is játszottuk el egyáltalán, mert slágert nem akarunk játszani. Szóval én nem szeretnék Petőfi verseiből élni. Nem megélhetési Petőfi megzenésítő komandó vagyunk, hanem én nagyon-nagyon szeretem a verseit, és most már többiek is, és ezért azóta szerintem írtunk még 4 Petőfi lemezt különben, csak már nem így hívjuk őket, meg nem. Tehát a Mindenek szerelmelezem című lemezen van 6, ezen a Rackák az űrben, ezen van aztán 4 vagy 5, és az összes lemezen, ami közben megjelent, mindegyiken van egy csomó Petőfi, csak hangsúlyozom azt, hogy nem szeretnék Petőfi üzletet csinálni, mert az szembe menne mindennel, amiért Petőfi Sándor verseket írt. És ezért én az életébe se ástam bele magamat a költőnek. Én azt szeretném, hogy a leírt sorok hassanak rám. Igen, hát az egyik beszélgetésben azt említette, hogy a Dínom Dánom az, ami leginkább önt képviseli. Jankó Miklós írta a zenéjét. Ennek a versnek egyébként van kecskeméti kötődése, mert Petőfi Kecskeméten írta ezt 1843-ban. Ez nagyon jó. Ez a szövege miatt, vagy a zenéje miatt az? Is. Hát a szövege az teljesen én vagyok, és nem is én éneklem a verset, nem is csak az, hogy a Miki írta, hanem ő is énekli el. Kettő dolog, amiért imádom, és a kedvenc Petőfi feldolgozás részünkről, annak ellenére, hogy nem én írtam, tehát ez a Mikinek a dala, és ő is énekli. Az egyik a szöveg, tehát ez a hegedű szó, furulya szó, cimbaló! Ez vagyok én. Ez vagyok én, mondjuk éjjel 2 órakor cigányzenész barátaimmal. Ez nekem írta a költő. A másik meg, hogy a zene, az, hogy ugye minden zenészre a saját hangszerén vannak olyan példaképek, akik nagyon-nagyon hatnak. Én rám így hatott egy Paul Butterfield nevű blues harmonikás, aki Muddy Waters-szel muzsikált először, aztán utána saját zenekart alapított. Egész életemben, amióta ismerem a zenét, meg akartam írni a saját Paul Butterfield bluesomat, és soha nem sikerült. És a Miki meg megírta úgy, hogy soha nem is hallgatta Butterfieldet. És ezért mondom, én ezért hiszek a jó Istenben. Szóval ez egy annyira tökéletes harmonikás szempontból, tehát még csak énekelni se éneklek benne, nem az, hogy nem én éneklem a dalt, hanem még csak vokát se éneklek benne, mert én ezt a dalt, ezt az utolsó történik, utolsó hangig ki szeretném élvezni, mint harmonikás. Annyira eltaláltam Miki. Úgyhogy ezt mondtam a fiúknak, hogy énekeljétek, vokálozzátok, én ezt leharmonikázom a témát, amit a Miki megírt, és ez nekem tökéletesen elég. Harmonikás szempontból mindenképpen egy ilyen csúcspont az életemben ez a dal. Szóba hoztam Kecskemétet, nem tudom megállni, hogy ne kérdezzem Csík Jánossal és a Csík zenekarral való kapcsolatáról. Honnan jött a népzene iránti érdeklődése, mit kaptak Jánostól, milyen volt a közös munka? Erre nagyon szívesen válaszolok, mert ez egy tizenvalahány éves folyamat. Én nálam a népzene úgy indult, hogy blueszenészként 88-ba lementem Méta Táncházba, és azonnal ott is ragadtam. Tehát másnap vettem egy brácsát, beiratkoztam a Nagy Zsoltihoz, megtanultam kontrázni alapszinten, és 2 évig játszottam népzenekarba is, direkt ezért. Iszonyatosan tetszik nagyon. Hát egyrészt a saját kultúránk, másrészt én tőlem a csárdás nem volt idegen, csak egy másik fajtáját ismertem. És ez a pregnancia, meg ez a keménység, meg ez a szivárvány minden árnyalatába való megjelenése egy dallamnak, ez, hogy minden faluba, faluról falura változik, de még van, hogy egy faluba is 2-3 féleképpen vesznek egy dallamot, és akkor annak a kísérete is más, én ebbe elvesztem. És én ezt harmonikán akartam egész életemben játszani, blues harmonikán akartam játszani, mert én, tehát annyi jó népzenei hegedűs van, nem akartam hegedű játszani ezeket. Az első pillanatok kezdve blues harmonikán akartam ezt játszani, mert azon nem játsza senki. Így kerültünk mi össze, úgyhogy mi tudtuk egymásról, hogy ki mit csinál, ráadásul az Attilával, a Szabó Attilával, én őt még Gödöllőről ismerem, ahol volt 3 kiváló blues zenekar is,
rendszerváltás környékén, és ő az egyiknek volt a tagja, és akkor még nem is hegedült. Utána kezdett el népzeni, tehát ugyanazt az utat jártuk be a Szabcival mi ketten. Azóta is nagyon jó barátok vagyunk, és egyszer egymás elé mögé kerültünk a Lánchídnál egy színpadon, és akkor elmuzsikálták a Kaszárnya Kaszárnyát, a Karutaszegi Hajnalit, utána mentünk, mi még pluszba mentünk tovább muzsikálni, és valahogy nekem megalakult a fejembe, hogy ez a dallam, ez tökéletesen jó, Jimi Hendrix Little Wing című balladájára. És lemuzsikáltuk beállásnál a zenekarral, hangpróbánál megkértem a fiúkat, hogy muzsikálják le a Little Winget, elkezdték játszani, meg ráénekeltem a Kaszárnya Kaszárnyát, és tökéletesen stimmelt a dallam rá, és abban a pillanatban volt, utána én fölhívtam az Attilát, és mondtam, hogy figyelj, ezt tudod, hogy ez így van. Azt mondja, nem tudtam, na, akkor ezt hallgass meg. Na és akkor elkezdtünk összejárkálni, akkor elkezdtünk beszélgetni az egész zenekarral, meg ugye elkezdtünk egymás buliára járni abban a pillanatban. Hát ez nagyon régen volt, még nem voltak híresek. Tehát még ez előtte egy-két évvel lehetett, mielőtt beturantak, meg ilyen szintű karrier megépült volna náluk. Akkor elhívtak az Ez a vonat című lemezre a címadó dalba muzsikálni, és az egy iszonyat nagy kihívás volt. Háromszor mentem vissza a stúdióba, életemben dalon, addig a pillanatig annyit nem dolgoztam. Az egy nagyon nagy áttörés volt, mert az ő zenéjükön keresztül, meg az ő kedves emberségükön keresztül én olyat értettem meg a saját kultúrámból, hogy az nagyon, hogy mondjam, ilyen nagyon komoly áttörés volt, nem csak az én életemben. És akkor elkezdett a két zenekar együtt muzsikálgatni, és akkor csináltunk egy műsort a Népzenétől a Rock'n'Roll Forradalomig címmel, ezt lejátszottuk vagy 100-szor, de úgy, hogy a próbaidőszak, tehát fél évig készült ez a műsor, és fél éven keresztül a Szabó Attila minden áldott nap följött Egerből próbálni, 8-10 órákat próbáltunk, iszonyatos keményen dolgoztunk együtt, és nagyon meg is szerettük egymást, meg nagyon meg is épült ez a műsor. Utána még egyszer megcsináltuk egy teljesen másik műsort is megírtuk, és most, amikor még mindig játszuk, pedig ez 15 évvel ezelőtt kezdődött, és minden évben még egyszer vagy kétszer még mindig színpadra kerülünk együtt, és akkor a két műsornak az eszenciáját játszuk mi. És a személyükbe olyan embereket ismertem meg, hogy ők, ha valamit muzsikálnak, akkor én azt utána azonnal akarom muzsikálni. Én ezt én nagyon szeretem bennük. Meg én ugye végigkövettem ezt az egész folyamatot, amíg a Csík zenekar Magyarország egyetlen nagy színpados népzenekarává vált. És a kérdés a műsor és a produkció közti különbség, és ez a válasz a kérdésre. A kérdésre a válasz még egy kérdés. Tehát mi a különbség egy jól lejátszott műsor és egy produkció között? Tehát a Csík zenekarban az van meg, hogy ők kimennek a színpadra, és rögtön érdekes. Rögtön. Azonnal. És a Csík Jánosban pedig az van meg, hogy itt mindennel szembe megy, ami show business, mindennel, és én ezt imádom, mert én ugyanilyen vagyok. Én azért közelebb állok a show businesshez a műfaj miatt, ahonnan jövök, mert a Rhythm and Bluesból indult el ez annak idején. Ő magyar népzenét játszott 30 éven keresztül, kifizette az árát annak, hogy hangszer legyen a kezébe, és egyetlen egy pillanatra se adta meg magát ennek az iparszerű porzalomnak, amit itt show businessnek hívnak Kelet-Európában, és nagyon komolyan harcol ellene, és én ezt nagyon-nagyon szeretem benne. Van benne egy olyan plusz emberség, hogy megfogja a hangszert, és azonnal 6, 2, 3, 5, de volt, hogy 20 000 emberre is. És a zenekarban pedig olyan emberek játszanak, a Barca Zsolti, akit Racka lemezre is elhívtuk, a Betyárjátékon ő címpalmozik végig, a Bartók Józsi, aki nem csak az, hogy egy kiváló bőkös, hanem hogy pontosan tisztában van az eszköztárával a rock'n'rollnak. Tehát mi kell ahhoz, hogy egy nagy színpadra föl tudjanak állni a zenészek, mert ezt nem tudják Magyarországon a muzsikusok. Ki kell menni a színpadra, és jó kell játszani, gondolják. Ehelyett tudni kell, milyen hangszeren muzsikálok, tudni kell, hogy hogyan kell azt hangosítani. Meg kell tanulni úgy muzsikálni, hogy hangosítva játszani, hogy ne sérüljön a saját népzenénk. Tehát a Csík zenekarban van egy olyan plusz erő és egy olyan plusz nyitottság, ami nagyon-nagyon megkönnyíti a mai napig a kommunikációt velük, nem csak zenében, hanem emberileg is. És hát aztán még tegyük hozzá, hogy a két zenekar nagyon tud mulatni együtt. Pont itt volt az első előadás pont az Agórába annak idején. Hát az, hogy előtte való éjszaka már mit műveltünk itt, és utána való éjszaka is mit műveltünk, én arra nagyon büszke vagyok, mert ezekkel a barátaimmal nem a pénzért megyünk fel a színpadra, hanem egész egyszerűen imádjuk egymás muzsikáját a mai napig. Úgy tartja, hogy a hite mindenkinek a magánügye, de az előbb is már azért említette, hogy istenhívő ember. Egy interjúban azt nyilatkozta, hogy a hippiken keresztül jutott el Jézus Krisztushoz. Ezt hogy értette pontosan? Hát úgy, hogy én nem vallásosan lettem nevelve egyáltalán, az élet aztán szépen ezt felülbírálta ügyesen, viszont azok a zenék, meg azok az értékek, amiket az általam szeretett hippi mozgalom és a 50-60-70-es évek muzsikája közvetített, és ami a Woodstocki Fesztiválban csúcsosodott ki annak idején, tehát azok az emberi értékek, az egymás szeretete, az egy az egybe az, amit Jézus Krisztus tanít. Én istenhívő ember vagyok, de magamról is csak azt mondom inkább, hogy próbahívő vagyok, mert hogy nem volt ez a hit, azért még annyira nem volt megpróbálva. Ezért nem muzsikálunk forradalmi verseket, forradalmi költőktől.
mert hogy nem voltunk még forradalomban, és nem szeretnék szájkaratézni. És ez a titok. De ez a hippi mozgalom, ez meg annyira igaz, mert ezeket az értékeket ez nagyon-nagyon nyíltan felvállalta, és a korabeli amerikai társadalomban ez iszonyatos forradalom volt, és egy olyan zenei forradalom volt, mint a maga idejében Johann Sebastian Bach. És pontosan többek között ezért, mert szembe ment a kereskedelemmel, és ezeket az emberi értékeket helyezte előtérbe. El is bukott, viszonylag hamar. De attól még, hogy elbukott, attól még a forradalom maga megtörtént. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.